tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csakodd az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Streamcast. Az MD Media horrorfilmes podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Screamcast harmadik része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ez alkalommal a Kézőrület című horror vígjátékról beszélgetek Farkas Katalin Milával. Szia Mila! Sziasztok! És Dankó Dániel Tiborral. Szia Dani! Sziasztok! Mondhatnánk, hogy filmünk főszereplője Anton, a céltalanul lézengő marihuána függő srác szörnyű vérfürdőre ébred otthon, viszont a valóság ezzel szemben az, hogy napokig észre sem veszi, hogy szülei egy sorozatgyilkos áldozataivá váltak. Barátaitól megtudja, hogy szerte a kisvárosban hasonló gyilkosságok történtek. Ahogy a szálak összeérnek, Anton lassan rájön a képtelenségre, ő a gyilkos, vagyis inkább a külön életet élő jobb keze. Mindeközben az általa meggyilkolt barátai Halloween éjszakáján visszatérnek a sírból, majd egy druida papnő érkezik a városba, hogy megállítsa az akkora már elszabadult kezet, ugyanis Anton a démonizált testrészét egy ponton le Luke Skywalkerezi. Ezúttal tehát egy halloweeni vígjátékot néztünk meg, hogy tetszett nektek? Nekem most a felvezető jobban tetszett, mint a film. Nem akarok plagizálni, részben a port.hu leírását használtam hozzá. Jaj, én most láttam először ezt a filmet, én régebben nem találkoztam vele, szóval ez nekem abszolút ilyen felnőtt fejjel most. Nem mondom, hogy sokkoló volt, de azért igen, nyilván úgy ültem le, hogy már az elején éreztem, hogy ez nem lesz egy teljesen komolyan vett történet. Úgyhogy mondanám, hogy jókat nevettem rajta, de inkább csak fogtam a fejemet. Voltak érdekes megoldások, tehát hogy voltak kreatív fordulatok benne, amik nagyon tetszettek, de nem nagyon tudtam így nevetni rajta, de ez biztos az én hiányosságom, tehát ez nem az én humorfaktorom, úgy látszik. Én egyetlen egy momentumon tudok repülni, tudok nevetni a filmben, amikor a macskát meglepteti a srác, szóval... Igen. Dani? Szegény macska. Így a cím az nekem megvolt, de nem emlékeztem erre a filmre. Nagyon-nagyon régen láttam, de akkor még nem fogtam fel, hogy mit nézek, és csak az maradt meg, hogy úgy egy kéz, meg gyilkol, meg vér, meg tök jó és izgalmas, és én most így megnéztem, hogy ez úgy ott a 90-es évek végi stoner filmeknek így a egyik opusza, a mondhatni, és így egyébként egész okos, majd ahogy elkezdünk menni a film során. Nekem egyébként tetszett személy szerint. Az tény is van, hogy annyit nem nevettem rajta, de úgy volt egy hangulata, amivel azonosultam. Hát igen, mert igazából valószínűleg az alkotók úgy készítették ezt a filmet, hogy a beszívott közönségnek szánták, hiszen ahogy te is említetted, ez tényleg a 1999-es filmről beszélünk, abszolút az ilyen, tehát a hangulatában teljes mértékben meg is idézi ezt a kort. Megnéztem egyébként a rendezőt, hogy még milyen filmeket rendezett, és hát az én szegénységi bizonyítványom, hogy nem nagyon ismerem ezeket az alkotásokat, de például a Mick Jagger Project című filmsorozatot ő rendezte, ez talán egy kicsit ismerősebb lehet a nézőknek, hallgatóknak 2007-ből, de ahogy így végignéztem a listát, azért az a címek alapján előjött, meg hát a műfajok alapján, ugye a horror és az ilyen komédia világában mozog ő. Számotokra mi volt az első pont, amikor ugye
azért azt nyilván prekoncepcióval ültetek le nézni ezt a filmet, hiszen jelenleg a műsorban egy komolyabb hangvételű és egy lazább hangvételű horrorfilm megváltakoznak így a beszélgetések során, ezt ugye ti is tudjátok, és hát nyilvánvaló, hogy láttátok, hogy ez egy horror vígjáték. Na de mégis mi volt az az első pont, amikor az a maga a zsánere az, hogy ez így ilyen, mint nem tudom, emlékeztek-e sok évvel ezelőtt, de már ennél régebben vagy korábban volt, attól függ, honnan nézzük, a disaster movie, a katasztrófa film, szóval ilyen low budget, mintha egy ilyen egyetemen forgatott filmes szakkör összeállt volna, annál azért egy fokkal komolyabb, de hát mégis ilyen hangulatot kelt, szóval ez a film is bennem ilyen hangulatot keltett. Még volt az az első momentum, amire azt gondoljátok, hogy, vagy azt gondoltátok a filmet nézve, hogy jó, szóval ez már őrület tényleg. Ez kéz őrület. Hú, nem tudom, most Daninak átadom a szót, nekem ezt át kell gondolni. Hát én itt ebből a szempontból a film legvégére ugrok, amikor így mondják, hogy hát éjfélkor fog megtörténni az, hogy elragadja a lányt. És így, hát jó, hát akkor 9 óra van. Nem, 6 perc. Igen, druida idő. A druida idő. És akkor így mondom, hogy mindent szóval így komolyan. És így még a másik karakter, aki a kemény csávót játsza, az ott így, így az őszinte bomba tekintet kell, amivel én is így néztem a kijelzőt, hogy így mondom, én nem hiszem el. Az zseniális. De ha már ezt a példát hoztad, akkor ugye korábban, amikor a druida nővel ez a kemény csávó találkozik a bowling terembe, akkor ugye egy mondd el az igazat, vagy hogy te mit keresel itt ebben a városban, és akkor jó, elmondom az igazat, és elmondja a nő, hogy hát ő egy felesküdött druida, és azért jött, hogy megállítsa, nem tudom micsodát, és ezt a csávó egy pillanat alatt el is hiszi, tehát hogy egyáltalán nincs kétség e tekintetben. Szóval ezek is olyan poénok, amivel nem fölkacagos poénok, de ilyen poénokkal reagált. Ez nem egy sitcom, hanem egy ilyen ilyen könnyedebb, vígjátékszerű horrorfilm, hiszen végül is a főszereplő is vagy nagyon rossz színész, a srác, vagy nagyon rosszul, vagy direkt nagyon rosszul játszotta, túljátszotta a baromira idegeskedő, állandóan ilyen neurotikus karakterét. Tehát olyan volt, mint Mónika Jó barátokból. Igen, egyébként nagyon érdekes, hogy amúgy miközben próbál egyfajta sajátságos humort vinni a történet így magába, addig közben meg bizonyos helyzetekre, aminél az ember kifeküdne a valóságban, hogy ilyen nincsen, azokat teljesen komolyan veszik. Még a karakterek is. Tehát, hogy így, amit most mondtál is, a srác odafordul, ismerek egy srácot, akinek a keze elszabadult. Nem lehet, hogy erről van szó. És így, hú, nem, most viccelsz. És, tehát teljesen komolyan veszik magukat a karakterek ilyen tekintetben. Meg ez a... Én már egyébként akkor kezdtem el kidőlni teljesen, amikor a srác közölte, hogy hát nem láttam az őseimet mostanában, biztos megvannak valahol. És, úristen, és ez kb. Az első 5 perc. Zseniális, amúgy ilyen szempontból igen az egész történetvezetés. Én akkor kezdtem egyébként leginkább tényleg így megborulni, és azt éreztem, hogy ez teljes őrület, amikor bent ültek a srácok, tévéztek, már meghaltak a haverjai, és ők ötögetett éppen, és benéztek a zsaruk az ablakon. És így akkor berontottak, hogy nem számítanak a szabályok, meg nem érdekes, hogy mi a rendszer. Most bemegyünk és elkapjuk a srácot, tuti ő a gyilkos. Kiszámítható is volt a film, az összes jelenet, tehát hogy néha voltak ilyen kicsi enyhe poénok, hogy ugye a srác rájön, vagy hát akkor azt hiszi, hogy ott a gyilkos, mert hogy megtalálja a szülei holttestét, akkor még nem szembesül azzal, hogy ő maga a gyilkos. De az ágy alatt vagyok. Na mindegy, szóval ezt most úgy szerintem úgy fogjuk kitárgyalni ezt a filmet, hogy aki nem látta, az nem nagyon fogja érteni, mert annyira zanzásítva, nem lehet egyszerűen ezt így igazán átadni ezt a filmet. Lineárisan nem. Mélységében, igen. Szóval nem tudom, hogy hol tartottam. Igazából, hogyha azt vesszük és visszakanyarodunk a film elejére meg a berontásra, a halottak napi dekorációban se segített, azt mondja el az apa az elején, amikor még nem látjuk a fiút sem. És igazából ugye a nyitó jelenetünk az, hogy kb. Megközelíti a képet a kamera a házat, és az ablakban ott látjuk a festmény, azt a festményt,
amin a bácsi áll a vasvillával, meg az öreg néni. Körülbelül így az van ott megteremtve. És igazából miután kinyírják a gyereket végül, és így a szülőket beépíti a halottak napi dekorációba. Igen, az is nagyon kemény. Mondhatni segít nekik. És ez is egyfajta humorfaktor, hogy ezeket a kis mini poénokat kiszűri az ember. Na, igen. Bocsánat, és itt engedj meg egy pontosítást, mert azért rossz volt a szinkron. Ugye, és nem halottak napja, mert a halottak napját a katolikusok november 2-án tartják, egyháztanilag a szenvedő egyház ünnepe, a minden szentek november 1-i főünnepét követő ünnepnap, amikor a küzdő egyház a szenvedő egyházról emlékezik meg. Ezzel szemben a Halloween egy ősikelt a hagyományokból kialakult autentikus írünnep, és október 31-e éjszakáján kerül rá sor. Tehát, hogy a szinkronban is végig halottak napját fordítottak, de hát valójában Halloweenról van szó. És egyébként, ha már itt tartunk, azért én valahogy azt tapasztalom a saját kis buborékomban, a saját kis buborékomban, amiben élek, hogy Halloween és minden szentek, illetve halottak napja környékén a Facebookot elárasztják azok a tévesen, tehát a dátumokat tévesen használó ismerőseimnek a kiírása, hogy melyik a halottak napja, melyik. Hát a Halloween-t azt általában mindenki tudja, de hogy a halottak napját és a minden szenteket, ezeket rendszeresen szokták keverni. Igen, igen, ez tényleg, és a szinkron is elrontotta, és ilyen szempontból rossz volt, hogy egyébként maga a történet is egy druidát küld, vagy egy ilyen druida, nem is tudom, szektának, vagy ilyen csapatnak így a tagja a csaj, és itt nagyon fontos lett volna azért összekötni a kettőt, hogy egy halloweeni ünnep amúgy, ez, na mindegy, szóval ezt kellemetlen volt, egy rosszul fordították. Igen, és ráadásul nem a kellemetlensége abból adódik számomra, hogy nem egy elfordításról van szó, hanem egy szándékos fordításról van szó, hogy azt gondolják, azt gondolták a fordítók 1999-ben vagy 2000-ben, amikor ezt a filmet bemutatták itthon, hogy a magyarok nem fogják tudni, hogy mi az a Halloween, és azért 1999-ben is tudtuk, hogy mi az a Halloween, még ha maga a szokás az még ennyire sem ivódott be a magyar néplélekbe és a kultúránkba, mint esetleg manapság, nem tudom, zombi felvonulása, nagykörúton, meg ilyenek, szóval, hogy manapság azért, ha már csokit vagy csalunk nincs, de valamiféle halloweeni, partizós megemlékezése a dolognak azért mindenképpen van. Dekoráció, meg a hasonlók, de igen, én nagyon sokan láttam gyerekként, én imádom a Halloween-t, és nagyon szomorú voltam kislányként, hogy itthon ilyen nincsen, hogy nem lehet menni csokit gyűjteni. Azt hittem, hogy azt mondod, dekorálva. Hogy én nagyon szeretem a csokit, és ezért nagyon sajnáltam, hogy nincs Halloween. Ezért is sajnáltam, hogy nem, egyébként nagyon szeretem a Halloween-t, és nagyon-nagyon szomorú voltam, hogy nem nincsenek kidekorálva így a házak, mindenféle csontvázak, tehát kész ilyen dekor kollekciók készülnek ilyenkor az épületekre, és én ezt nagyon sajnáltam kicsiként, hogy itt ilyen nincsen. Viszont meglehetősen szép volt a környezet, ahol játszódott. Szép kertvárosi környezet. Azt én is néztem, hogy ilyen született feleségek feeling, tehát, hogy ilyen kis szépen lenyírt gyepek, meg minden, nyilván kisvárosi zsaruk. Színek is, amik eleve a lakásban megjelentek, meg maga a fényképezés akkor már, ahogy a kamera mert dolgozott. Ugye a főtétele az a filmnek, hogy a tétlen kéz az ördög játékszere, ugye, ami tulajdonképpen arról szól, hogyha te semmittevő vagy lusta, hiszen a druida papnő is úgy fogalmaz, hogy a leglustább embert keresi a városban, szóval, hogyha te lusta vagy, és nem csinálsz semmit, és egész nap csak henyélsz, akkor bizony az ördög megszállja a te lusta és tétlen testrészedet, és bár nem tudom, szóval ez egy tini vígjáték volt, akkor tulajdonképpen nem tudom, hogy hogy maradt tétlen a keze a srácnak, de szóval... Balkezes. Balkezes volt, nem jobb. Balkezes, pontosan. Szóval a lényeg az, hogy ti mit gondoltok erről? Nyilván gondolom, ha azt kérdezem, hogy hisztek ez ilyenben, azt mondjátok, hogy nem, ez szerintem, vagy legalábbis meglepne, ha ennek az ellenkezőjét állítanátok. De mit gondoltok ezekről a dolgokról, illetve mit gondoltok, hogy ez a tétlen kéz az ördög játékszere, ez a frázis, ez honnan származik? Hát eredeti biztos jobbat fog tudni mondani, mint én. Még annyira nem biztos, de most, hogyha tétlen kéz az ördög játékszere, akkor mondjuk így bekockáztatnék mondjuk egy ilyen középkor, késő középkori verziót, amikor így
már azért is büntetés járt, hogyha valaki magához nyúlt, vagy bárhogy is vegyük, teszem azt, akkor szőrös lesz a tenyere, vagy nem tudom. Milyen kis szemérmesen fogalmazol, Dani. Úgy gondolod, hogy valójában úgy hangzik, hogy a recskázás az ördög játékszere? Hát végül is a filmben van erre utalás, hisz mondja, hogy lefoglalja magát. És aztán kötni kezd. Hát pontosan. Az egy nagyon érdekes megoldás egyébként ez a kötés, de mindegy. De igen, én is erre gondoltam, hogy ez vagy valami olyasmiről szól, hogy ha nem vagy elég dolgos, akkor igenis ez büntetést érdemel, vagy azt gondolják, hogyha lustember vagy, akkor az elkárhozol kb. Ez erre szociálható az ember. Ja. Képzeljétek el, hogy nem, vagy hát legalábbis az információim szerint nem, mert próbáltam utána nézni. No. A tétlen kéznek ördög a munkaadója, ez egy Archibald Joseph Cronin idézet, és A.J. Cronin bizony egy 1896-tól 1981-ig élő skót orvos és regényíró volt egyébként, úgyhogy amennyire én ezt így megtudtam, ez tőle származik, de nekem ez egyébként nagyon tetszik. Én azt hittem valójában, hát most lehet, hogy megint egy szegénységi bizonyítványt állítok ki magamról, de hogy ez egy ilyen valami bibliai idézet, vagy valami ilyen szent szövegnek egy része. Vagy ahhoz már túl? Én inkább hiedelemnek gondoltam, de az is igazából, igen, tehát hogy az is lehetne akár valahonnan származtatva lehetne, de nem, ez inkább ilyen... Közmondás. Ilyen hiedelem. De ezek szerint akkor ő is, vagy nem tudom, jelent meg ezek szerint valami olyan könyve vagy története, ami erről, vagy ezt helyezi a középpontba? Hát feltételezem, ennyire nem ástam mélyen magam bele, igen. Érdekes koncepció volt minden esetre, így vittek bele bőven fantáziát az írók. Pont attól a karaktertől hangzik el egyébként a filmben, akitől a leginkább nem várja. Mert ugye úgy küldik a srácot a Metal Arzérekhez, akinek White Riot-os póló van, hogy akkor ő biztos tudni fog dolgokat erről, mert ő ilyen zenéket hallgat állandóan, és akkor úgy már megvolt egy sztereotípia, hogy ő akkor ördögmániás, és akkor menni kell, mert ez van a zenében, és akkor a gyerek mondja, hogy ne szórakozzatok, mert csak zene. Tehát így amikor már annyira stoner valaki, hogy még mindig hisz az ilyen sztereotípiában. Hát ugye a két rendőr, akit később meggyilkol, mert akiket Mila mondott, hogy beszaladnak a házba, mert hogy rájönnek, hogy hát tulajdonképpen a főszereplőnk a gyilkos, de végül ő, illetve a keze gyilkolja meg őket, szóval ők is elkapják bevásárlás közben hazafele menet, és ugye vegzálják, kiderül, hogy amikor ő gólya volt, akkor ők végzősök voltak, de a gólyaként ők mindig ő meg a barátai mindig lenézték most ugye a rendőrök, és hát ott ugye vegzálni kezdik, és hát hogy mondjam, szóval nem fogja vissza magát, mert konkrétan füvet akar tőlük vásárolni. Igen, mert akkor egy kicsit így ki van a szentünk, és már kapott olyan ajánlatot is, hogy koriandert és majorannát keverjen? Igen, és meg is teszi, úristen, az ott nagyon rosszul éreztem magam, amikor ezt néznem kellett, hogy ő ezt felszippantja, ezt a keveréket. Igen, mert ugye a barátai ezt mondják nekik, mert hogy eltitkolják, hogy van nekik füvük, és hát ez egy nagyon gonosz dolog. Tehát ez maga a horror, ez egy meta-univerzum, és horror in horror, hát milyen stoner az, aki a stoner haverjától el? Tupeknek is mindig ad az ember. Nem is értem. Hogy is lehetne úgy kibírni ezt egy kis hűvözés nélkül, ezt az egész helyzetet? Igen, és hát ugye később meggyilkolja ezt a két barátját, és elég vicces jelenet sor van, mert az első gyanú az úgy merül föl, hogy mikor kiderül, hogy beépítette a dekorációban, a halloweeni dekorációba a szülőket, akkor megérkezik a két barát, akik először nem is veszik észre őket, mert azt hiszik, hogy a tévén lévő ilyen nagy nellő hölgyek által előadott, vagy nem előadott, hanem statisztált videoklipet nézik, és akkor észrevezik őket, és akkor az egyik próbálja újraéleszteni, de a nőnek már nincs szeme, mert kiette a macska. Tehát, hogy ezt így képzeljétek el, kedves hallgatók. És hát
Az egyik nyom az, hogy ott a, nem tudom, a nagyi vagy a apuka kezében egy ilyen darab van a srác pólójából, az Anton pólójából, de mintha ollóval vágták volna ki, tehát úgy nem szakadt semmi, és hát ugye szép lassan kiderül, hogy ő a gyilkos, és de hát ugye mondja az Anton, hogy hát ő nem emlékszik rá, hogy ilyet tett volna, de addigra egyébként nézőkben is, hát nem mintha nem tudnánk, de összeállhatott a kép, hiszen hallunk híradó bejátszásokat, ahol halljuk, hogy hol gyilkolt, és később ilyen elejtett mondatokban, tulajdonképpen ugyanazokon a helyeken, ahol az Anton járt, bár ez egy kisvárosban azért nem feltétlenül olyan lehetetlen, de hát ugyanabban a gyorsétteremi dolgozókat gyilkolta meg, ahol ő is dolgozott vagy járt, nem dolgozott, bocsánat, mert nem ugye semmit tevő volt. Nem azt mondom, hogy Oscar-díjas írás, mert nagyon nem az, de általában az ilyen filmekben mindig azt veszem észre, hogy el van túlozva, nagy, nem inkább ilyen nagyvonalúan van kezelve a cselekményszál, nem igazán foglalkoznak a tényekkel, hanem ilyen rajzfilmszerűen történik, az egyik snittel levágják a kezedet, a másik snittben újra nő, mint a Family Guy-ban, tehát hogy általában ezt látom ezekben a filmekben, itt viszont nem ez történt, hanem azért úgy volt egy sztori mögötte, ami körülbelül pont ennyit ért, mint ennek a filmnek a megvalósítása, nem? Szóval... De igazából, amit mondasz, ez tök jó, mert... Magának ugye a filmnek a koncepció az, amit már elmondtunk, egy jó persze, hogy stoner film. Kapásból az elején a felvezetett karakterek mindegyik így úgy be van állva, hogy kb. Csoda, hogy nincsen keresztbe a szemük, tehát a srác, amikor fölébred, az első dolga az, hogy begyújtja a füstölőt, azt így az aszma inhalátorát bongá alakítja, és akar van elő pipává, és akkor már gyújt rá. Vagy gyakorlatilag úgy azt a nihilt, amiben ők vannak, azt úgy teljesen visszaadja a film. És ezért is egy kicsit fura szerintem viszonyulni hozzá, hogy először így elkezd nézni az ember, hogy mi a szar ez. Kb. Dögunalmas, nem történik semmi, zsibbasztó dolgokat mondanak, és közben szépen lassan kirajzolódik az, hogy mindenki csak a saját dolgával foglalkozik, és a másikkal nem, és amikor történik egy... olyan dolog, ami megrökönyödnek, akkor vagy próbálnak egyből menekülni és rágyújtani, vagy pedig a film végén nagy nehezen úgy már van is egy mondás, hogy mondott rá a srácnak, hogy egész életében akkor csak ezt és ezt és ezt csinálta, és akkor a immáron halott haverjai letereli, hogy ezt inkább fejezd be ezt a szent beszédet körülbelül, hogy nem kell ezt végighallgatni. Igen, a halott zombi barátai egyébként egy csomószor csak a szart csinálják neki, tehát hogy párszor elfogja a kezet az Anton, ők véletlenül kiengedik, igen, és ehhez hasonló dolgok, vagy már majdnem elfogja, és akkor ők véletlenül leütik az Antont, és ilyen dolgok történnek benne. Vagy a druidacsajt elgázolják. Így van, így van. De ugye a halott barátok ugye, hát véletlenül legyilkolja, hát relatíve véletlenül, mert ő nem, neki nem áll szándékában megölni, de hát az egyiknek levágja a fejét, a másiknak pedig egy sörös üveget beleállít tulajdonképpen a fejébe, és eltemeti őket, és ugye közben ő már megöli, már az Anton testében már megölte többek között nyilván a szüleit, és ugye nyilván a rendőröket is, de miért támadnak föl a barátai vajon? Ez egy nagyon jó kérdés, ezen én is gondolkodtam egyébként, hogy itt mi történik, de szerintem én úgy gondoltam, hogy ameddig ez az egész ilyen, nem tudom, minek nevezzem, mágia működik, addig életben vannak azok is, akiket ő, vagy életet ugye azokat is kelteni, akiket megölt. Tehát, hogy, de azt, hogy például a szüleit miért nem, tehát, hogy ők miért nem tértek magukhoz. Hiszen oké, a barátai fontosak voltak neki, de gondolom a szülei is. A barátai voltak a védő angyalai, csak egy ilyen elcseszett formában. De ez a gyakorlatilag... hogy ők azok. Úgy ténylegesen így csak hátráltatták meg, így a végén még rá is ejtik a ízét. Sőt, én azt gondoltam, hogy a srácok azok azért lesznek védőangyalok, mert végül is segítettek neki gyakorlatilag az ördögöt visszaküldeni, vagy hát, hogy mondjam, tehát, hogy átüntetni a földszínéről, ez egy olyan fajta nyugtalom volt, nem? A fiúknak, hogy részt vettek a buliban, és igyekeztek amennyire tőlük telt. Szóval ez fura volt. Viszont a kedvenc szeretem a tényleg az, amikor fölnéz a plafonra a srác a végén, és a Doni vagy az ágy alatt vagyok, és így a srácok sétálnak el a kórházban, hogy szóljunk neki, hogy mi írtunk föl. Igen. Az annyira genyó. Ez nagyon jó lett.
a végkifejlet, a cselekménynek a végkifejlete, az az iskolában játszódik egy ilyen tengermélyi varázspartin, halloweeni partin, ugye mert kijárási tilalom van, tehát akkor az iskolában lehet lenni, a halloweeni partin máshol nem, és mármint a gyilkos miatt van ugye kijárási tilalom, vagy már nem volt arra pénz, hogy elég statiszta legyen, hogy ott a csokit vagy csint eljátsszák ott a nagy totálokban, amikor az egész utca látszik, szóval a lényeg az egészben az, hogy ugye kitör a pánik, fellép a The Offspring, ami nagyon menő szerintem, és amikor először, nem láttam sokszor ezt a filmet, én is nagyon-nagyon régen láttam egyszer, azóta még egyszer újra nézettem a párommal, aki hát azóta is haragszik rám, de szóval a lényeg az, hogy nem sokszor láttam ezt a filmet, de ez nagyon megmaradt benne, mert ugye mikor nem is hisznek neki az Antonnak ott a bálozók, hogy itt a gyilkos és meneküljenek, akkor hát letépi az offspring-es csávónak a fejét, vagy hát a skalpját tulajdonképpen a kéz, ami megint csak menő. Azért gondolkodtam, hogy az Addams Family-ből ez a kéznek az eredet története vajon, vagy elkezdenek mászni egy hatalmas nagy, mindegy két nő, ez a lényeg. Az egyik a Jessica Alba, ez legyen elég a kedves hallgatóknak, Ördög és Angyal egyébként a jelmezük, és elkezdenek mászni egy hatalmas nagy szellőzőben, ami végül egy olyan ventilátorban ér véget, ami hát később nem a Jessica Albát, hanem a másik hölgyet, tehát szanaszét trancsírozza. Azon túl, hogy ilyen hatalmas nagy, minek mondják, azt nem folyosó, a csövek, ilyen hatalmas nagy csövek, mint a Die Hardban, amikor mászik a Bruce Willis, szóval, hogy nincsenek, nem lehet bennük elférni valójában. Azon túl meg milyen iskola ez tulajdonképpen, ahol így a darabok, tehát ugye van egy olyan ventilátor közvetlenül, érted, a plafonban, ahol széttrancsíroz téged majd. Nem tudom, ezen én is gondolkodtam, hogy mindig bele tudnak tenni ilyen kreatív menekülő irány. Nem is tudom, hogy a csajok egyébként miért arra menekültek. És így... Hát mert féltek, hogy megerőszakoljanak. Igen, azon én is röhögtem, mikor így gyere vagy, azt akarod, hogy megerőszakoljanak, és így nem erről volt szó, arról volt szó, hogy itt egy gyilkos, tehát hogy biztos valakinek jobb, ehhez lenne kedve közben, miközben ott rohangál köztük egy gyilkos, nem tudom. Igen, a csaj mondja ezt, miközben végig smárolta az éjszakát azzal a baráttal, akik ugye elmentek a partira, hiszen olyan, mintha jelmezben lennének, a levágott fejű barátjának a fejét azt így visszaaplikálták azért, és ezzel a baráttal csókolózott végig a csaj, és hát ugye a másik barát, a Seth Green, a Family Guy-ból a Chris magyar hangja, meg a Austin Powers filmekből a kisgenya, a fia, aki nem a kicsién, hanem a normális emberfia, vagy mint a kicsién is emberfia, csak egy klón, úgy értem. Tehát, hogy aki a fiát játsza, szóval ő neki nagyon tetszett a szerepe, azt nagyon bírtam, ő neki nagyon jó beszólásai voltak. Az se ilyen nagyon felröhögős és kacagtató, de voltak ilyen. Tehát azért az nagyon látszott, hogy a legjobb színész amúgy a filmben az ő volt. Tehát Jessica Igen. Alba se nagyon tudott ott mit csinálni, csak szépnek lenni, és szűznek, Igen. mert ez fontos. És nagyon-nagyon vonzották mindenféle furcsa dolgok a srácokkal kapcsolatban, amit szintén nem értettem, de ezt rábíztam a férfi írója, ő nem tudom, fantáziákra, hogy mire gerjed egy tizenéves csaj. De egyébként azt akartam mondani, hogy nagyon, nagyon érdekes humora volt, igen, a srácnak. Szerintem nekem az volt a legcreepy, mikor földarabolja a barátnőt ez a ventilátor, és akkor így néznek utána, hogy még mindig utána akarsz menni, és így francba. Na jó, nem. És visszavonulnak, hogy akkor mégsem segítenek, mert már nincs kint. Pedig milyen boldog volt, hogy van egy barátnője. Ja, és a csaj még elégedett is volt a jelmezével. Tehát, hogy még én is mondja, hogy milyen remek jelmezük volt. Én nem is tudom, a srácok amúgy nem bűzlöttek meg semmit. Az még azt is, hogy maguk röntöttek valamit, vagy nem tudom. Ennyire hiteles jelmezt csináltak. Jaj, voltak ilyen furcsa megmozdulásaik. Főszereplő is a film elejétől fogva egyre véresebb pólóban mászkált folyamatosan, és amikor a Jessica Albával összejön, akkor is így gyakorlatilag így rajta van. Így rajta van teljes véres ruha, és hát így a macskával veszett össze. Jó. Jó, és hát ugye azért... És bocsabokorjára, tehát... És hát ugye Jessica Alba azért jön össze vele, mert ugye mivel közben megvan szálva a srác keze, ezért hát elég előszakosan, hogy mondjam, szóval a szürke 50 árnyalat
gondolata jeleneteit idézve, keményen, dominánsan aktívkodik a csaj felett, vagy hogy mondjam, szóval, és ez nagyon bejön a Jessica Albának, mert hogy eddig ezt a srácot ő egy ilyen visszafogott, félénk srácnak gondolta. Láttunk is egy jelenetet, amikor visszavitte még a film elején neki a szöveges könyvét, mert egy dalszöveget ír a lány, és vissza is vitte nekik, és nem ismert kb. Hozzászólni oda, kezébe nyomta, az elszaladt, szóval. De beszívva ki a tököm akar szaladgálni, én ezt nem... Ja, de akkor még nem volt beszívva, nem, mert eltitkolták a füvet. Igen, ez csak később. Pontosan. Na, számotokra mi volt a legkínosabb jelenet a filmben, ahol szekunder szégyent éreztetek esetleg? Vagy a, most, vagy... most is fölhoztad ezt a táncolós részt, kifejezetten, amikor bele... Egyrészt, amikor a legjobb barát... másik legjobb barátnak, akinek nincs, mert a helyén a feje, úgy rakja vissza a fejét, hogy valami is tudom, mit döf a fejébe. Egy valami húsvillát. Húsvillát, és igen. Akkor azt beleilleszt így a testébe, amitől nem tudom, hogy utána hogy tud mozogni a feje, de mindegy, ezt hagyjuk is. Mert nem és is mozgott a fején egyenesen, tehát jó, a nyaka az ilyen, már ott, igen. Ilyen törzsből mozgott a gyerek, és akkor ezt követően nem sokkal a bulin, meg már smáral egy lányjal, aki Isten, és ott belegondoltam, hogy és mondja, nem, most, nem. Most mondja a Seth Green karakter között, ez illegális, te csináld igen. Már! Igen. Zseniális volt, ez nem illegális. Ott nem tudom, hogy mire gondolt egyébként illegális alatt, de... Hát figyelj, ez fajta nekrofília, ez csak nekrofília. Fordított nekrofília. De hát... Nem is, ezt nem nevezheted annak szerintem, ezzel majd elgondolkodok, ezt minek nevezik. Na, igen, nekrofilia, ha lefekszel egy zombival? Hogy, ja, tehát, hogy... Igen. Hát ha a zombi nem egyezik bele. De ha beleegyezik a zombi, és mindketten a beleegyezési korhatárt bőven átléptétek, és minden teljes mértékben beleegyezésen alapul, akkor vajon nekrofilia? A nekrofilia az illegális egyébként. Tehát, hogy akkor abszolút. A nekrofilia hogy... az... Ha él és gondolkodik, nem úgy, mint egy Walking Dead-es zombi, hanem tényleg gondolkodik. Na jó, de itt most a srácok nem éltek, nyilván nem dobogott a szívük. Akkor... Nem, de attól még tudatuknál voltak, teljesen értelmes zombik voltak ilyen szempontból. Tehát logikai... Fizikailag meg már nem, mert igen. Ugye szíven dobják egy törlelés, ő meg közli, hogy csak ennyi. Hát így... Szerintem azt arra értette, hogy ilyen egyszerű volt kinyírni ezt a kezet. Igen. Hogy én szerintem csak erre gondolt. De hát nem mindenképpen arra, hogy... nem volt nagy kunszt, hogy bele... De hát fejbe lőtték a rendőrök fel. Azt akartam mondani, mielőtt fejbe lőtt volna, mondja a csávó, akkor még a levágott fejjel, mikor véletlenül fejbe lövi a rendőr, mert úgy megijedt tőle, hogy megszólal. Igen, az zseniális, úristen. Azt akartam mondani, hogy mégiscsak hallgass, ne bánsd a rendőrt, hallgass rá, de most, hogy fejbe lőttél. Már nem ezt mondom. Nagyon jó. Szóval tényleg zseniális húzások vannak benne. Megfordulatok. Én nem néztem volna meg magamtól, szerintem így az első 10 percben kikapcsoltam volna, mert annyira fárasztott a humor. Jó, Mila, szívesen. De köszönöm egyébként, hogy végignézhettem, mert ez voltak nagyon meredek dolgok, amik tényleg bejöttek, tehát hogy kreatívan oldották meg. Dani, legkínosabb jelenetek? Hé, kislány, talán golyót keresel, mert segítenék megtalálni a helyes méretet. Azért így könyörgöm, ezek a csajozó szövegek. Mondja ezt ugye a kemény csávó. Igen, tehát ugye a kevés csávodok az összes csajozási jelenete, az hogy egyrészt olyan volt, hogy így nézek, mondom, ezt azért úgy nem kéne, a másik meg, hogy de, mert az így zseniális. Hát, működött a csajnak, tetszettek a reakciói, meg a megmozdulásai. Rendinek hívták talán, azt hiszem. De még előtte konkrétan a megemlékezés ott a burger, Jungle Burgernél, ott is ott kiszúr magának egy csajt, oda megy, ismerted őket? Nem, csak olyan kedvesek voltak velem, én meg azt mondtam, kúrják meg egymást, és megkúrták. Aztán megint mondja, és te gimis vagy, hát én már 3 éve kihagytam. És így...
Igen, azért arra kíváncsi lettem volna, ugye 99-ben a Hollywoodban ugye még mindig bőven 30 évesek játszottak 10 éveseket. Kíváncsi lennék, hogy valójában ezek a szereplők hány évesek lettek volna. És lehet, hogy a valóság az, hogy ilyen Stranger Things-es gyerekeket így az első évadból. Tehát ugye mindenki ilyen 15 éves érted valójában, meg ilyenek. Hát biztos nagyon fiatalak voltak egyébként, tehát ilyen 20 évesek voltak a színészek, de valóban nem annyi, mint amennyiben a karakterek. Van benne egy macska és egy kutya is, ugye? És ugye a macskát, ahogy mondtam, megpörgetés, az az egyetlen jelet, amiben felkacagok és sírva tudok nevetni. De ugye van benne egy kutya, én aggódtam az állatokért egyébként. Igen, azért én is. És a kutyus, amikor ott azt hiszi, hogy gyilkoson a házban, és előre tolja. Előre tolja a kutyát, hát ha... Nem is értettem azt a szitút, hogy mit gondolt, majd jön a gyilkos, és így lekaszabolja hirtelen a kutyus, mert az első, amit meglát, vagy nem tudom. De egyébként azt néztem, hogy Jessica Alba 19 éves volt akkor, amikor kijött a film. Tehát akkor igazából viszonylag korábban van. Nem voltak idősebbek annál nagyon, aha. Ugye többieket is megnézem, csak az ő nevét tudtam hirtelen fejből. A filmnek a legelején van egy... rész, ugye, amikor az öreg néni így ott megpróbál telefonálni. Elkezdi beütni a számot, utána fogja, a telefon bekerül az ágy alá, majd a nénit berántja úgy, ahogy van az ágy alá agykéz, és mozog az ágy, majd kicsapódik a vér. Erről nekem igazából a horrorra akadvának talán a második része ugrott be, és az ominózus rész, amikor visszahúzza az úriember a démon. Amikor megdugja az egyik démon fivért a bohóc? Igen, 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 és én nem tudtam eldönteni, hogy hát ez 99-es, és az 2001-es, hogy mennyire hatottak egymásra így ezek a filmek. El tudom képzelni, viszont ha már ezt a jelenetet hoztad fel, akkor ott egy érdekes dolog, az nekem egy kontinuitás és egy ilyen logikai bookfence van. Igazából az egész filmben ez az egyetlen, ami így nekem nagyon feltűnt, és az az, hogy ugye azt is halljuk, hogy végül nem tud telefonálni a néni, ugye az igen. Anyja az Antonnak, és halljuk is, ahogy így mondja a géphang, hogy tárcsázza, hívást akar kezdeményezni, tárcsázza ezért, és utána ugye ez a foglalt hang. Na most másnap, vagy több nappal később, teljesen mindegy, ez nem derül ki, mert igazából elején azt hiszik, hogy ez Halloween reggele, vagy előző este, de aztán ott, mintha egy-két nap eltelne talán, nekem ez egyébként nem világos, hogy ott a szülők halála, és amit mi látunk, hogy mennyi idő telik el, viszont az Anton telefonál egy másik telefonról de ugyanabból a házból, és szerintem ez nem lehetséges. Tehát ő ugyanazt a hallania kellett volna, hogy nem rakta le valaki a telefont, tehát ezt tegyük hozzá, 99-ben írunk, tehát épp hogy csak voltak még úgy elvétve mobiltelefonok, tehát hogy nyilván nem volt más lehetőség, de szerintem az a jelenet kihagyható lett volna, hiszen végül úgy is átment a barátaihoz, a szomszédba, tehát magyarul szerintem nem kellett igazán az bele, csak egy ilyen logikai bookfence. Ja, hogy arra gondolsz, hogy amúgy a néni jelenetnél már mondjuk el volt vágva mondjuk a kábel, vagy valami ilyesmi? Nem, hanem hogy foglaltat kellett volna jelent, nem tudott volna telefonálni. Nem volt letéve a telefon, igen. De miért foglaltat amúgy? Azért, mert egy idő után, tehát foglalt, mert az egy idő után foglaltat jelez. Hát figyelj, köttessetek be vezetékes telefont, kettőt, vegyetek kettő vezetékes telefont, vegyétek föl, így ezt csináljátok meg, és észlelni fogjátok, hogy nem lehetséges. Tehát, hogy ez egy, tehát bele tudsz hallgatni, de egy idő után igen. Amúgy foglaltat kezd jelezni, tehát, hogy ott eltelik egy idő, akkor ott foglalt ilyen tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü, ilyen a hang. Azt tudtam, hogy bele lehet hallgatni ilyenkor, de azt nem, hogy ez így után... Persze, mert kém vagy. Igen, házon belül. Jó, hát úgy jogos, ez, igen, ez lehetett valami baki is. Ezen annyira nem gondolkodtam, mikor néztem, hogy neki ez miért ment. Nekem ez végig ez járt a fejemben. Tehát... Akkor még azon gondolkodtam, hogy hol van anyu. Tehát, hogy most ott van, ott fekszik az ágy alatt, és a srácnak ez fel sem tűnik, vagy nem bűzlik, vagy semmi. Fú, és milyen undorító dolog volt, hallod, amikor ott a késsel, amivel megölte a szülőket, megkente a izét, és hát beleelvett, és Igen. És értem én, hogy az művér, meg hát a film sem volt. Igen, szóval, de azért ilyen nagyon, hogy hívják, volt az egész, ilyen nagyon, nem, hát nem az, hogy úgy ijesztő, hogy ilyen fúj, nem bírtam oda nézni. Igen,
Én már akkor sem, amikor a macska nyalogatta a padlóról, de azért hitegettem magamat, hogy ez csak ketchup, tehát, hogy... A szemmel játszott. Ja, az utána már így kezdtem feloldódni, és úgy éreztem, hogy ezen a ponton már mindegy, tehát itt minden megtörténhet. Hát mint mondjuk egy kéznek a megmikrózása, amikor spriccel ki az ujjból a vér, és ott így bugyognak a darabok. Majd ezt követően a legeslegszebb jelenet a kezet illetően, amikor meglátjuk egy hegyező mellett. Ó, Istenem, igen. Azért és az kihegyezi az ujjait. Az összeset, igen. És így, az olyan volt, hogy így nézem, hogy mondom, azért úgy, vannak ilyen rejtett gyöngyszemei a filmnek, például így az amiket ti is mondtatok, felvezetések, hogy annak, hogy egy bugyut a film, az tényleg olyan szépen van felvezetve a gyomorforgató, amit látsz. Utána pedig igen. Így elviszik egy zsibbasztó poénnal, és így ülsz tovább, hogy hol vagy. Amit nem értettem még, az az volt, hogy egyrészt, amikor megjönik a druida csaj, és kiszúrja Antont, és rájön, hogy ő az, akit keres, akkor rögtön le ki akarja nyírni, de amúgy meg nem tudja, hogy mi a szitu, nincsen vele tisztában, hogy amúgy most ő igazából mit is csinál, vagy miért van ott, ahol, hogy amúgy már megszabadult a kezétől, és csak azt kéne kinyírni, tehát ő gondolkodás nélkül kinyírta volna a srácot. Meg hát figyelj, ha te druida papnő vagy, és meg akarsz ölni valakit, de az úgy azt kiáltozza, hogy ne tedd meg, akkor végül is megállsz, ugye? Nem, de legalább azért megpróbálod kideríteni, hogy mi történik, vagy neki nem is érez, nincsen semmilyen magic érzése a csajnak, hogy amúgy, ahol éppen áll, ott nem az a lény van, amit keres. Tehát, hogy... hogy nem érzek elé a kezét. Kedves hallgatók, egy olyan nőről beszélünk, a druida nőről, aki konkrétan miután elpusztította a kezet, utána közölte, hogy akkor most a jutalom szex jön. Igen, azért ezt hozzá kell tenni. És elvitte magával a rendit akkor ezek szerint. Igen, aki közölte bomba, hogy igen. Te buszolkány vagy... Jó reggelt, fiam! Igen, a másik meg a végén, amikor a Jessica Albát próbálja átjuttatni a pokolba, ugye, még éjfél előtt. Ott mi volt az elképzelés? A több telt el, mint 6 perc. De az a másik, hogy gyakorlatilag a filmnek a nagy része, ott a legizgalmasabb részei úgy érzed, hogy ott állnak el. És ez egy kéz, és úgy képzeljétek el, hallgatók, hogy ugye ez amerikai iskola, autószerelő szakkör, vagy fakultáció, és föl egy autónak a tetejére föl köti a csajt, és ugye az emelővel egyre közelebb a plafonhoz ér a csaj, így akarja őt átvinni a pokolba. Amin van egy pentagram. Tehát, hogy odarak egy pentagrammát, hogy aztán azon, gondolom, átpréselje a csajt, vagy én nem tudom, hogy mi volt az elképzelés. Azért az egy lényeges pont, hogy mindeközben már a kéz az fölöltözött mindenféle kesztyűbábá, és egy nagyon morcos kesztyűbábbal kell verekedniük egy emelőnél 3 tagnak. Igen, és... Nem sikerül megugrani egy könnyen ezt a dolgot, kell hozzá a druida. És hát a drogosok természetesen találnak ott is szívnivalót, amit nem csak ők szívnak. Hát ez de abszolút. Nem csak ők szívják, hanem bizony beszivatják ezt a kézbábot is, akinek így megváltozik az arca, mint a horrorra akadva. Egyébként igazad van, lehet, hogy van valamiféle ikletés vagy bármi, mert hogy a horrorra akadva is, tehát gerápá, azon a résznél látjuk, amikor torzul a Ghostface arca, hogy be van tépve. Igen. De mivel lehet legyőzni a gonoszokat? Befüveszteted őket kicsit. De hát ezt mondja a végén is igazából, hogy a fű megint egy szarnapot jobb nappá tett. Igen. De amúgy itt el lehetett volna vágni. Ez nem is horrorfilm. Igen, ez nem is horrorfilm volt. Ez tényleg, ez egy füves film volt. Az egy jó trip volt, nem? Srácok, meg egyébként a józanodás történetét néztük végig, mert kb. A filmnek az elején egyetlen egyszer sikerül neki bármit összehozni, utána pedig már végig tisztul mondhatni, és akkor a végén... És egyre szarabb. Egyre szarabb szituációba keveredik, tehát mi a tanulság a filmnek? Ne hagyd abba a füvezést, mert csak szar lesz. De tényleg, hát tipik 1999. Igen. Jó, de azért a végén, kórházba került, mert eléggé durván rázuhant az autó, és ezt még túlélte, de legalább a csaj az övé lett. Azt hittét, ti mit gondoltatok, amikor láttátok, hogy meghalt, vagy hogy túlélte? Én azt, hogy meghalt. Én tökre meg voltam róla győződve. Elsőre én is azt, hogy meghalt, igen. Utána volt egy ilyen sem, hogy valami baromsággal zárják le, és igen, azzal zárták le, de... Tehát ez a baromság alatt azt értem, hogy azért ez a tipik
rajzfilmes jelenet, amikor ott fekszik egy ember nyakig bekötözve, és akkor megjelenik Jessica abba, behajol az arcába, és így, mint valami rossz pornófilm kezdetnél, megjelenik egy nővér, és akkor így nézzük, hogy mi történik, és közben ott van egy tehetetlen gyerek egyébként, aki így... Aki közben látja az őrangyal barátait, és hát delíriumban van szegény, teljesen elmentek neki. Igen, igen. Ja, de amúgy én azért gondoltam, hogy meghalt, mert még vissza is néznek a srácok, mert ők éppen lépnek ki a fénybe, hogy ja, ott a fény, akkor menjünk, és így amikor megöli őket, akkor így mondják, hogy hát ott volt valami fény, de nagyon messze volt, meg zene, nagyon jó zene, olyan, mint Enya. Igen. Biztos, hogy non-stop egy asszor odafönt a Magyarországban. Na jó, és kacok, maradt bennetek valami ezzel a filmmel kapcsolatban, vagy így összegzésként mit gondoltok azért erről a filmről, a közhelyektől eltekintve egyszer megnézhető, tényleg egy ilyen, nem tudom, átmulatott, átsztónerezett este folyamán, vagy valami hasonló, de hogy ajánlanátok egyébként? Hogy... Abszolút, egyébként egy jó kis utazás ez tényleg, és felemeli a hangulatot. Egyszer mindenképp meg kell nézni. Én is ajánlom, nagyon szép volt, a zenéje baromi jó, tehát azért Rancid, Mötley Crüe, Offspring, Zebrahead, tehát így Rob Zombie, úgy, na, meg van egy-két... Jó volt a zene ízlésük, igen. Apró finom utalás is a filmben, tehát amikor így nézik a horror filmet a tévében, az igazából az Élőhalottak éjszakája, meg ilyen kis apróságok vannak benne. Szerintem összességében egy korrekt kis darab. Tehát kedves hallgatók, ti is nézzétek meg, mert érdemes. Legközelebb pedig május 20-án érkezünk új műsorral, amiben a Paranormal Activity filmeket beszéljük majd át Milával és ezúttal Gézával. Addig is Farkas Katalin Mila, Dankó Dániel Tibor és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, a tétlen kéz az ördög játékszere. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.